Már a frissen lerakott gyep szőnyegen játszhattak a szekszárdi Wunderland óvodába járó gyerekek. A pázsit mellett az óvoda szimbólumának számító fából készült játszóvár is megújult, és négy új a kinti játékok tárolására alkalmas faház került az udvarra. A benti csoportszobákban pedig sófalakat alakítottak ki, hogy a gyerekek egészségesebb levegőben töltessék itt a napjukat. Az idei esztendőben egy erős 10 millió forintos projektet sikerült megvalósítani. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 10 millió forintos támogatásával, amennyivel egy kicsit meghaladta ez a projekt az idei esztendőben, azt a szekszárdi német önkormányzat saját erőként kitoldotta. Az óvodát 2016 óta minden évben fejleszti a helyi német nemzetiségi önkormányzat az EMMI pályázatainak segítségével. Korábban már kicserélték a teljes vízvezetékrendszert, szereztek be új bútorokat és játékokat, valamint sportpályát is építettek. Soltész Miklós, az EMMI egyházi nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára az átadó most azt mondta, a fejlesztéseket azt tette lehetővé, hogy 2010 óta meg sokszorozódott a nemzetiségi önkormányzatok által igénybe vehető támogatások összege. A jövő évi költséget nézve már meg négyszereződik a támogatások összege, és ez igaz arra is, amikor egy-egy önkormányzat legyen, az egy települési, legyen egy megyei, vagy pedig országos, annak a működését támogatjuk, de igaz arra is, arra sok-sok beruházásra, amelyeket elkezdtünk a gyermekek, az ott dolgozó, akár óvodapedagógusok, óvodába járó gyerekek, vagy pedig iskolapedagógusok és iskolások érdekében. Hiszen az is egy hatalmas nagy változást mutat, hogy mennyi gyermek jár most már nemzetiségek által fenntartott óvodába, illetve iskolába. 2010-ben még ez a szám 11-12 intézményt jelentett, most meg 8-szorozódott, több mint 95 most már a nemzetiségek által fenntartott intézményeknek a száma. Hihetetlen előrelépés, és nyilván azok az intézmények, amelyeket átvesznek, azoknak a megújítása, adott esetben új épülettel való bővítése, felújítása megtörténik, így történt ez most Szekszárdon is több lépcsőben. A rendezvényen Ritter Imre német nemzetiségi parlamenti képviselő is részt vett. Ő arról beszélt, hogy a kormány intézkedéseinek köszönhetően egyre jobbak a nemzetiségi oktatás feltételei Magyarországon. A 2012-es törvénymódosítás tette lehetővé, hogy az országos nemzetiségi önkormányzatok mellett helyi nemzetiségi önkormányzatok is átvegyenek nemzetiségi oktatási, nevelési, kulturális intézményeket. Ebben mi németek jártunk az élen, hiszen ma már több mint 75 olyan német nemzetiségi óvoda, általános iskola, gimnázium van, amelynek az országos német önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzatok, több mint 50 helyi nemzetiségi önkormányzat intézményfenntartó, és 2018. június 30 óta már vagyunk kezelői és az átvett intézményeknek, mint itt például ez az óvodai Szekszárdon. Ez rendkívül fontos azért, hogy olyan körülményeket tudjunk teremteni, ahol a gyerekeink visszakapják a félig meddig elveszített német nemzetiségi anyanyelvüket, erősítjük a nemzetiségi identitásodatokat, és olyan gyerekeket tudunk felnevelni, akik több anyanyelven, akár 3-4 nyelven is tudnak beszélni, az élet bármelyikén megállják a helyüket, és egy összetartó erős német közösséget alkotnak. A meglévő nemzetiségi pedagógusok megtartása érdekében most már harmadszor emeljük a nemzetiségi pótlékot. 2020. január 1-től már a négyszerese lesz a 3 évvel ezelőttinek, illetve el tudtunk indítani évelején egy olyan nemzetiségi pedagógus hallgatói ösztöndíjrendszert, amelyben januárban 84 óvodapedagógus hallgatóval indultunk. Most a múlt csütörtökön meghirdetett program alapján a következő két hétben 350-400 nemzetiségi óvodapedagógus és a nemzetiségi tanító tanárképzés első évfolyamát vonjuk be, és már most megvan a
2020-as központi költségvetési törvény alapján a pénzünk arra, hogy 2020. szeptember 1-től 900 és 1000 fő közötti hallgatóval, az óvodapedagógus képzés mind 3 év folyamával, a nemzetiségi tanító tanár szaktanárképzés mind a 6 év folyamával, sőt az óvodapedagógusok első év kimenő első éves pályakezdőknek is, tehát 10 év folyamnak biztosítsuk a nemzetiségi hallgatói ösztöndíjat, ami nettó 75 ezer forint is lehet. Ácsi Rezső Szekszárd polgármester azt mondta, hogy bár a Wunderland óvoda fenntartója 2005 óta már nem az önkormányzat, a város mégsem engedte el az intézmény kezét, és minden fejlesztést támogatnak. Ezen a területen nagyjából azért az úton már elindultunk, de még nagyon sok minden van előttük, amit meg kell majd valósítani. Az, hogy itt a Wunderland óvodában, amely egy kicsit nem idegentes, de kicsit más rendszerben működik, mint a többi városi fenntartású óvoda. Én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk, hogy igaz összefogás eredményeként kisebbségi önkormányzat, miniszterelnökség és a város összefogásában valósultak meg, vagy valósulnak meg projektek. Nem az első egyébként, hiszen már a többedik alkalommal vagyunk egy udvari játszótér felújításán, vagy annak átadásán jelen. Ez pedig azt mutatja, hogy Szekszárdban van egy erő, amely a kisgyermek és a családok számára megteremti azokat a feltételeket, amivel itt tudjuk őket tartani, és itt fognak családot alapítani és a jövőket elképzelni. Ez pedig én azt gondolom minden felülír, és ebben mindig is partnerek voltunk, és partnerek is leszünk, tehát a kisebbségi önkormányzat részéről, ha van ilyen igény, lesz ilyen igény, akkor ígérhetem, hogy a város ebben mindenféleképpen melléjük fog állni és partnerez benne. A szekszárdi Wunderland óvoda fejlesztése pedig minden bizonnyal jövőre is folytatódik. Valószínűleg november végére már készen lesz a következő esztendei, de én mindig arra szoktam biztatni a barátaimat és a munkatársaimat, hogy legyen hosszabb az a lista, és bízunk abban, hogy minden esztendőben valamit meg tudunk tenni. Ez a szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat bakancs listája.